Fotókkal, plakátokkal készült az Ökoparti, hogy bemutassa első 5 éves tevékenységének eredményeit a közönségnek. A Hamvas Béla Pest megyei könyvtár aulájában megnyílt kiállítás, ingyenesen megtekinthető, hogy minél többekhez eljussanak a dokumentált környezetvédelmi akciók. Az apropó az eltelt 50 év. Eltelt 5 év és az 50 film, a kiállításnak a címe is 5 év, 50 film. 5 évvel ezelőtt kezdtünk vetíteni az Ökopartinak a filmklub részlegében itt Szentendrén. Én akkor mentem nyugdíjba, és gondoltam, hogy találok magamnak valami hasznos elfoglaltságot. Nagy segítséget kaptunk a Partmozitól, hiszen a filmek világában nem mozogtam otthonosan. Én a Tudományos Akadémián dolgoztam kutatásszervezőként, tehát szakmai hátteret tudok biztosítani ehhez a témához, és elvégeztem az ELTE-n 10 hónapos humánökológiai képzést, és nagyon érdekelt a ember-természet kapcsolata, és a mai világban az ökotudatosságot nagyon fontos kérdésnek tartom. És egy filmklubbal elindultunk, egy ismeretterjesztő céllal, értékrendváltoztató, szemléletváltoztató céllal a fenntartatóság irányába, és ennek 5 éve, és történetesen a Facebook hozta föl ezt az évfordulót, hogy lám-lám, Ökoparti 5 éve működünk, és az 50. film volt a Lyásuk Dimitrinek a Jó Reménység szigete. A Jó Reménység sziget egy valós eseményeken alapuló, inspiráló történet a magány erejéről, kitartásról, elengedésről és a természetbe való elvonulásról. Több plakáton is visszaköszönnek az Ökoparti Film Klubok műsorai, amelyek lebonyolításában nagy segítséget kaptak a Partmozitól. Az első filmünk pedig a Holnap című, ami arról szól, hogy milyen jó gyakorlatok vannak szerte a világban, közösségi mezőgazdaság, demokrácia, oktatás, szelídpénz, stb. Témakörökben. Úgyhogy ez a 2 film keretezi ezt az 5 évet, ezt az 50 filmet. A kiállítás első fele szól a filmklubok témáiról, amelyekhez meghívott előadók csatlakoztak. A második fele pedig a szakértőket mutatja be a közönségnek, valamint egy-egy jeles ökoparti eseményről tudósít. Az Ökoparti az egy civil szervezet. A Védegylet fogadott minket helyi szervezetével, ami nagyon megtisztelő. Újszászi Györgyi, a Védegylet főtitkára, történetesen szentendrei lakos, és ismerjük egymást. Innen ez a kapcsolódás. A filmklubon kívül nyilván próbáltunk mással is foglalkozni, a biológiai szúnyoggyérítéstől kezdve a Natura 2000-es területeknek a védelmén keresztül a kérészmentésig, megpróbáltuk a gimnáziumokat, 5 középiskola van ugye Szentendrén a fiatalokat elérni. A Nyitott Kertek sorozat keretén belül például a szentendrei kertművelők ellátogatnak egymáshoz egy-egy mustrára. Ez a helyi termelés jelentőségére hívja fel a figyelmet, emelte ki Tarnóci Marian. Tavaly egy látványos kérészmentő akciót is rendeztek a Dunán, melynek során a kérészeket a víz közelében tartották, ezáltal meghosszabbítva az élettartamukat. Szigetmonostori evezősök, Gotthard Viktor és csapata pedig bevállalták azt, hogy csónakokkal jönnek, és fejlámpákkal oda vonzák a kérészeket a Duna közepére, mert ők ott eveznek. És ugye a fény vonza a kérészeket. Ez fantasztikus esemény volt. A Kriska Gyuri az egy tájékoztatót tartotta a kacsakő előtt a Dunaparton, még világosba, és akkor besötétedett, volt több csónak, tehát érdeklődők is beszállhattak a csónakba, és látványosan a kérész rajok mentek a fény irányába. Egyébként az egy nagyon jó környezettisztasági, víztisztasági jel, hogyha a kérészek megjelennek. Körülbelül 10-12 éve jöttek újra elő, előtte kérészek nem igazán voltak hosszú időn keresztül. Tarnóci Marian hozzátette, a gyermekek részére pedagógiai programokkal készülnek. Mi próbálunk fiatalokat az Ökoparti vetítéseire is hívni, és a városnak is van ilyen szándéka, tehát a Partmozi is ebben sokat tett, és tesz is még, Gerai Dóra most a mozi vezetője. Úgyhogy ha nekik szakértői háttérre van szükségük, akkor azt mi szívesen biztosítjuk. Ezt rendhagyó ökológia óra keretében képzeli el az Ökoparti, amit a Petzelt József Technikum és Szakképző Iskolában már megvalósítottak korábban. Az 5 év, 50 film minden érdeklődőt vár, aki közel érzi magához a környezetvédelmet, és szeretné jobban megismerni az Ökoparti sokoldalú tevékenységét.